Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az ünnepi önkormányzatülés után, ahol nagyon szép díjat kapott Szendre József, akit nagyon sokan ismernek, labdarúgóként, kapusként is, vele fogunk beszélgetni. Mit jelentett önnek ez a karcagért emlékkerem, amivel a városhoz kötődését és a pályafutását ismerték el? Először is én is köszöntök mindenkit, és ha egy szóval szeretném kifejezni, vagy akarnám kifejezni, hogy mit jelent nekem ez a kitüntetés, akkor csak annyit mondhatnék, hogy végtelenül büszke vagyok, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés. Hogy mit jelent nekem igazából ez, hogy Karcagváros kitüntetett a Karcagért emlékéremmel, én azt hiszem, hogy amire mindig is büszke voltam a sportpályafutásom során, és büszkén hangoztattam, és a mai napig is hangoztatom, hogy igenis, én karcagi születésű vagyok, mert a nevemet nagyon sokszor társították inkább Szolnokkal. Na de én igenis karcagi születésű vagyok, itt kezdtem el rúgni a labdát a Lóger pályán, meg ahol lehetett a labdát rúgni, és itt kezdtem el igazából a sportot, meg itt kezdtem el megszeretni, itt szerettem meg a sportot, inkább így mondanám. Akkor ezek szerint a 8-as tanár úr volt nagy hatással önre, de azért gondolom, hogy más, mint minden kisgyermek elkezdett focizni, és honnan is jött ez, hogy ön többet tud esetleg egy átlag gyermeknél a focipályán, vagy a kapuban, ez hogy derült ki? Érdekes dolog ez, én ha megint, ha egyszerűen akarnék fogalmazni, úgy sosem fogalmazódott meg bennem, hogy na, most én ez akarok lenni. Tehát most én válogatott, ez a célom, hogy én válogatott kapus legyek. Én hihetetlenül szerettem nyerni. És egy akaratos, igazi kun voltam, nem véletlenül kaptam vissza már aktív játékos koromban, akármerre mentünk az országban, hogy na, nehéz fejű kun. Mondják ezt, hogy mi nehéz fejű kunok, ha egyből egyszer valamit a fejünkbe veszünk, azt onnan ki nem veri az Atya Úristen sem. Én azt hiszem, hogy nekem az egész pályafutásomon ez nagyon sokat segített, és ez vitt engem mindig előre mindenféle nehézségen keresztül. Voltak problémáim aktív koromban, de mindig túltettem magam, és a játék szeretet az bennem annyira tombolt, hogy az mindenen keresztül vitt, és megadta azt, hogy eljutottam. Ha aktuális akarok lenni, itt a Balázs művész úr tartott ünnepi beszédet, akkor mondhatnám azt, hogy én eljutottam Hollywoodba. Tehát az én szakmámba, mert amit sportol elérhet, azt én elértem. Tehát amit labdarúgó elérhet, azt elértem. És kemény küzdelem volt, ahogy itt elmondta. Nagyon kemény küzdelem, és én sajnos az idő az elment, és az embernek már szinte majdnem múlt időben kell magáról beszélni. Az aktív játék az igaz, hogy már elmúlt, tehát jogos a múlt idő. Én azt tudom tanácsolni minden kunkarcaginak és karcagi fiatalnak, hogyha lehet ilyet mondani, hogy legyen az én példám számukra egy olyan példa, hogy egy kis, nem mindegy az, hogy az ember hol születik, milyen körülmények között, meg milyen kis helyen, milyen kis városban. Ha megvan benne egy tehetség, és van benne kitartás és akaraterő, akkor el lehet jutni akár a csillagok is, és legyen az én példám előttük egy olyan példa, hogy sose adják fel. Reméljük akkor, hogy nem csak ön lesz, aki magyar mezt húzhat, hiszen azt hiszem, hogy ez egy külön történetet megér, amikor külföldön van is a magyar mez és szól a himnusz. Gondolom, hogy ezt azért sokszor átélhette, ez biztos, hogy egy jó érzés volt. Persze, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy csak egy epizód elhangzott itt az ünnepi megemlékezésben, a rám való emlékezésben, az aktív játékos koromra való emlékezésben, hogy futballoztam Malagában és Kadizban, tehát Spanyolországban. A Malagába bekerültem a város nagykönyvébe, mi a bajnokságot nyertünk a csapattal, Kadizba szintúgy a polgármester úr fogadott bennünket, és a város nagykönyvébe dedikáltunk, tehát aláírtuk a nevünket, tehát szerepel azóta Karcagváros szülöttjének a neve Kadiz város nagykönyvében is, és büszke vagyok arra is ezen kívül még, hogy két fiam van, a nagyobbik fiam Amerikában él, és ő tovább öregbíti a kunok hírnevét. Csak úgy megjegyzem, hogy azt írták róla a kinti amerikai lapok, kosarazott Amerikában egyetemi szinten, hogy méltó nagykövete hazájának. Úgy látszik, hogy folytatja ezeket a kun hagyományokat, és a Szendrei nevet, és a kunok hírnevét viszi tovább a világban.
azt hiszem, hogy akkor ez egy nagyon új adalék, amit nem is nagyon sokan tudtak erről. Én azt kívánom, hogy azért még nagyon sokáig aktívan vegyen részt a sportban, hiszen az utánpótlás nevelés is nagyon fontos. Nem tudom, hogy jelenleg edzősködik-e, vagy van-e olyan focista, akire büszke, mert esetleg ön indított el a pályán, mert fölfigyelt rá valamiért. Ja, én azt hiszem, hogy inkább úgy mondanám, hogy az utánpótlás segítségében, az utánpótlás segítésében aktívan részt veszek. A mai napig nem tudnak hozzám olyan kérésre fordulni, hogy ne mondanék rá igent. Annak idején, 90-es évek elején Kecskeméten elneveztek rólam egy focisulit, fölvették a nevemet is, nagyon sokat támogattam őket. De mondom, az ország bármelyik részéről, ha hozzám fordulnak utánpótlás szinten, gyerekek segítésében, nagyon szívesen állok rendelkezésre. És itt a tévén keresztül üzenem a polgármester úrnak, hogy Karcagvárosnak is bármiben, itt a labdarúgás területén, vagy a sport területén, bármiben, ha tudok, segítek, nagyon szívesen, legyen az akár, mondhatom, ebben a mai szűkös világban akár anyagi is, de erkölcsi támogatást is, na bármikor. Gondolom, hogy ennek nagyon fognak örülni, hiszen polgármester úr is testnevelő szakos, tehát azért a sporthoz ő is nagyon sokat letett már tanítványaival. Mi az, amit még szeretne elérni? Én mindig azt mondtam, hogy az elégedettség az nem vezet sehova, tehát az embernek mindig legyenek vágyai és kielégítetlen vágyai, inkább így mondanám, mert ez viszi mindig előre a világot. Természetesen nagyon örülök annak, hogy feleségemmel most már nem is tudom hány éve, inkább nem is mondom, hogy hány éve élünk együtt, van két szép gyermekünk, felnőttek ugyan már mind a kettő, sőt van két unokánk, sajnos ritkán látjuk őket, mint ahogy elhangzott az előbb, ők Amerikában élnek, de ez a célunk az, hogy minél többet lássuk őket, egészségünk legyen, és minél minden nap, hogy kicsit hozzátenni valamit az élethez, és valamit, amit itt elhangzott az ünnepi beszédben is, hogy az ember mindig tegyen hozzá valamit a mindennapokhoz, és úgy emlékezzenek az emberre, hogy na, ugyan sok rosszat is csinált, meg sok baja volt, de kinek nincs, de azért ez az ember, ez mindig ott volt, ha kellett a bajban, mindig segített, és szívét, lelkét adta mindenhez. És azt hiszem, az egész pályafutásomra ez volt a jellemző. Én azt hiszem, hogy akik ma itt voltak, azok mindannyian emlékeznek önre, és reméljük, hogy még akkor az ön unokái is nagyon sokat fognak mesélni majd az ő társaiknak, a papa eredményeiről és a legendás kapus kezéről. Én jó egészséget kívánok, és hát azt, hogy az unokáiban is esetleg egy kis utódszendrei legyen, aki ugyanilyen sikeres lesz fociban. Még ha nem is lesz sportoló, de az első és a legfontosabb nekem az, hogy rendes emberek és jó emberek legyenek. Azt hiszem, a világban nagyon nagy szükség van az ilyen emberekre. Azon kívül én még egyszer szeretném megköszönni Karcagvárosának ezt a kitüntetést, és nagyon büszke vagyok rá, és büszke is leszek, amíg élek. Ezek felejthetetlen pillanatok számomra. A külön megköszönöm azt a szót, amit itt elhangzott szintén az ünnepi megemlékezésben, hogy hiteles ember, mert azt hiszem egy emberről, amikor más jelenti ki, hogy hiteles, az külön kell értékelni. És én mindenkinek azt kívánom, hogy sportoljon sokat, legyen kitartása, legyen akaratereje, és a világon felejtsük azt el, hogy mindig csak a kifogásokat keressük meg, most ezt ezért nem, azért nem lehet. Van egy idézet, azt hiszem egyik amerikai elnök, a George Washington mondta talán, hogy a sikertelenség okozói általában azok az emberek, akiknek a mindennapjaiban a kifogáskeresés és a magyarázkodás a megszokott. Na én ezt nem szeretném, és nem is szerettem ezt soha. Hát én akkor még egyszer jó erőt és egészséget kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, és üdvözlök minden Karcagit, a régi játszótársakat, az új fiúkat, mindenkit, és jó egészséget, erőt, egészséget mindenkinek.